egyen és Derika jöttem. Otthon old őnek a pálmák, mielőtt megharok lelkem. Tolnai Mözsé és Faddi Szépkorúak műsorával kezdődött a felújított Árpád utca idősek klubja átadása. Feladatunk az az volt, itt elég kusza állapotok voltak, tehát volt egy meglévő épület, egy helyi védett épület, illetve volt mellette egy kvázi garázsnak minősülő melléképület, abban volt egy étkező, illetve egy melegítő konyha, és az épület mögött voltak még ilyen fából ácsolt szerkezetből tárolók. A feladatunk az az volt, hogy ezeket a funkciókat egy épületbe integráljuk. Tehát a mögött lévő épületrész, ami elkészült, ebbe az épületrészbe került be egy 40 fős étkező, mellé egy melegítő konyha, kiszolgáló helyiségekkel, WC-k, mosdók, öltözők, illetve egy gazdasági iroda került még az épületbe, a földszintjére, és az épületnek az alaksorába készült egy garázs tárolókkal, illetve egy gépészeti helyiséggel. Tehát a feladatunk az volt, hogy egy épületbe gyúrjuk össze ezt a funkciót, hogy az időseknek ne kelljen télen, nyáron átmenni a másik épületbe. A szakembereknek igazi kihívás jelentett, hogy egy már meglévő épületegyüttest kellett a kor igényeinek megfelelően teljesen átalakítaniuk. Sokkal kötöttebb ilyen esetben a dolog, mert van már egy meglévő funkció, meglévő helység kapcsolatok vannak. Ezen a meglévő épületen belül volt már egy korábbi akadálymentesítés, tehát amiatt már nem nyúlhattunk hozzá ahhoz a részhez sem, tehát a meglévőségeket figyelembe véve kellett kialakítsuk az új épületet. Maga a védettsége az épületnek az ilyen módon nem okozott problémát, mert ugye egy új épületrésszel bővült az épület. Ami inkább feladatot jelentett, az valóban ez volt, hogy minden vonatkozó jogszabálynak meg tudjunk felelni, illetve a helység kapcsolatokat úgy tudjuk kialakítani, ahogy az jól használható tud lenni egy ilyen bővítés során. A fejlesztésre a topos forrásoknak köszönhetően kerülhetett sor. A több mint 90 millió forintból nem csak az épület felújítására jutott, hanem eszközöket és bútorokat is tudtak venni a szakemberek, sőt egy személyszállításra használt autót is, amivel az idősek klubjának tagjainak az utazása válik sokkal kényelmesebbé. A fejlesztésekről összességében elmondható, hogy sokkal kényelmesebb és hatékonyabbá válik így az idősek klubjában folyó szakmai munka. Ez egy nagy öröm számunkra, hogy itt az idősek klubja megújult. Mindenféleképpen ugye ez az új ebédlő, amit itt kialakítottak, ez egy kultúrált környezetet biztosít a napi étkezések során, de ez egy 40 fős ebédlő, ami az intézmény életében is egy nagyon fontos dolog, mert akár szakmai napot, akár továbbképzéseket, akár az itt folyó ünnepeket, anyák napját, vagy egy karácsonyt, vagy egy farsangi bált, ami utoljára volt, meg tudunk szervezni. Ugye három idősek klubja tartozik az intézményhez, úgyhogy egy farsangi bálnál akár mindegyik klubot vendégül tudjuk látni, és van hely arra, hogy ezeket a rendezvényeket megtartsuk. A pihenőszobákba is új bútor került, mindenféleképpen új tévé, tehát egy csomó olyan dolog, ami az idősek pihenését és a napi kikapcsolódását szolgálja. Az új ebédlőbe akár például most szenyortáncot, tanfolyamot tartunk, tehát ez is itt valósul meg. Az udvarunk is szép lett, majd még ugye parkosítunk, füvesítünk, alakítunk, tehát azért itt még egy-két dolog változik, alakul, de nagyon örülnek az idősek is, és mi is ennek az új épületnek.
Tolnának fontosak a városban és annak környékén élő szépkorúak. Erről beszélt az Idősek klubja átadásán Appelszoffer Ágnes, a település polgármestere. Az Idősek klubja, ez gyakorlatilag az időseknek a nappali ellátását szolgálja. Ez azt jelenti, hogy reggeltől, délelőttől, délutánig itt töltik az idősek a szabadidejüket. Hát nyilván ennek oka az, hogy ne legyenek egyedül, közösségben legyenek, esetleg a hozzátartozóknak egy kicsit könnyebbség legyen, hogy állandó felügyelete alatt vannak ezek az emberek, de nyilván nem olyan állapotú emberekről beszélünk, mint a mondjuk egy idősek otthonában, ahol éjjel-nappal ott vannak, és az egy komoly egészségügyi ellátás is egyben. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy ezeknek az embereknek célszerű jól érezni magukat. Na most, ha már egyszer ez itt van, akkor mi azt gondoltuk, hogy miért ne legyen ez még szebb és még vonzóbb az időseknek, hiszen a szívünk csücske a gyerekek, de a szívünk csücske az idősek is, hiszen mindenkinek van nagymamája, nagypapája, esetleg idős szülei, hozzátartozói. Hát nekünk is, nekem is nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak a gyerekek, fiatalok, hanem az idősek is érezzék jól magukat. Ez egy remek adottságú hely egyébként, ami nem teljesen volt kihasználva. Ugyan a szigorú feltételeknek mindig megfelelt, és a homlokzatot részben fel is újítottuk még a Városközpont rehabilitáció során, amikor az Árpád utca megújult, de azért tudtuk, hogy vannak hiányosságok. Most ezzel a projekttel, ami hozzáteszem, hogy 100 millió forint, összességében egy 100 millió forintos projekt, ez gyakorlatilag tökéletesen tudtuk ezt az infrastruktúrát is kihozni, és a lehetőségeket mindenképpen ki tudtuk használni.